Erdély egyik legrégebbi nemesi családjának háromszéki birtokán valódi adventi hangulatban készülhetek a karácsonyra egy teljes napon át, gyerekek is felnőttek egyaránt. A Zabolai Mikes birtok és a Kastély Erdélyben csapata idén 6-szorra rendezte meg a Karácsonyvárás Zabolán elnevezésű egésznapos rendezvénysorozatot, melyen kézműves tevékenységekkel, interaktív játékokkal és vásárral készülhettek az ünnepekre a látogatók. Nagy örömünkre szolgál elsősorban, hogy 2 év kihagyás után ismét házigazdái lehetünk egy ilyen remek rendezvénynek, együttműködve a kolozsvári Kastély Erdélyben csapatával, ahol nagyon sok környékbeli, helyi gyerekeket, családokat látunk vendégül. Annak érdekében, hogy kicsit kimozdítsuk a szürke hétköznapokból, mondhatjuk így is, és családot egy kicsit összekovácsoljuk, és ezen gyönyörű Kastély Parkban töltsenek egy csodálatos szombatot, hangolódva a karácsonyra. Lehetőségük van a látogatóknak sétálni a Kastély Parkban, a 40 hektáros Kastély Parkunk a látogatók rendelkezésére. Emellett van egy kis kastélyos büfénk, ahol zsíros kenyeret, gulyást, különféle süteményeket vásárolhatnak, amelyeket a mi kis konyhán készített elő a vendégek részére. Emellett van sétahintókázás, birtokbemutató is, akit érdekel a birtoknak a története. A különleges helyszín évszázadokra vezeti vissza a látogatókat a történelemben, hiszen bár a jelenlegi kastély az 1860-as évekből való, de helyén már a 15. században is állt egy kapubástyával erődített épület. Itt töltötte gyermekkorát Mikes Kelemen, és itt született gróf Mikó Imre. A Zabolai Mikes birtok egyik nagy ékessége a kastély körül fennmaradt hatalmas, patakokkal, tavakkal, sétányokkal tűzdelt park, ahol egy különleges arborétum is található. A gyermekeknek szóló foglalkozások a 19. század végén épített svájci házban kaptak helyet, ahol a gyerekek többek között a régi időkről is játékosan tanulhattak a Kastély Erdélyben projekt csapatától. Kastély Erdélyben projekt az egy norvég alapos pályázatból jött létre, aminek több pillére van. Ennek keretében létrehoztunk egy koalíciót, ami azt a célt szolgálja, hogy a kastély tulajdonosok jobban tudjanak egymással kommunikálni, és a fejlődés az valamilyen szinten segítsék az egymás fejlődését. Van egy kastélyshopunk, ami szintén kiegészíti ezt a tevékenységet, és az, hogy önállóan működhessen ez a projekt mindenféle pályázatoktól függetlenül. És hát az utóbbi néhány évben létrehoztunk játékokat is, meg munkafüzeteket, amik szintén azt a célt szolgálják, hogy gyakorlatilag a gyerekek, a családok, a felnőttek megismerjék az épített örökséget, és ezt a mindennapjaik részévé tegyék. Hat évvel ezelőtt a Kastély Erdélyben projekt keretében a Zabolai Kastéllyal együtt azért hívtuk életre ezt az eseményt, mert úgy gondoltuk, hogy ez hiánypótló, hogy egy ilyen típusú esemény a kastélyban történik meg. De azt gondolom, hogy nagyon gazdag a kínálatunk. Az első évekhez képest minden évben próbáltunk új tevékenységekkel megjelenni. A kézműves foglalkozásaink azok folyamatosan változnak, az állandó programunk pedig az, hogy az Edukastély játékokat, azokat minden évben hozzuk. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos megmutatni ezeket a nagy közönségnek. Ezen kívül vásár van, és hát gyakorlatilag a kastélykertben mindenféle foglalkozások, bábszínház. Úgy érezzük, hogy minden évben egyre többen és többen vannak. Az idén talán minden rekordot megdöntöttünk. Nagyon várják, nagyon szeretik, és gyakorlatilag már az mindent elmond, hogy a gyerekek mennyire mosolyognak, mennyire szeretik, és hogy milyen szívesen elvégzik ezeket a tevékenységeket.